De szépen elkezdte verni az eső az ablakot. Jó, kíváncsi vagyok arra, hogy ez a hölgyemény itt fogja minket bántani. Mert rohadtul nézem minket. Outlast egy easter egg. Itt most a whistleblowerből akartok gondolni, ki az istenre, Gluskinra? Igen, arra gondolok. Utalás? Szupi. Igen, határozottan néz engem ez a hölgyemény, de... De nem igazán akar megindulni felém. Oké, most amíg a kalambósapkás fiatalember nincs itt, kicsit közelebb jövök, és megpróbálom őt elkerülni. Úgy néz ki, hogy az a hölgyemény addig nem támad nekünk, esetleg addig nem támad nekünk, amíg nem megyünk túl közel hozzá, illetve nem megyünk át a kis területén, amit ő őriz. Remélem, hogy így van. Csodás. Valaki becsukta ezt az ajtót. Ennek örülök. Ki tudom nyitni ezt az ajtót vajon? Igen, ki tudom nyitni. Szuper, csukjuk be. Senkinek nem kell erről az ajtóról tudnia. És itt... Vajon... Na itt is hallok ám valami zajt, szóval... Csak óvatosan... Ó, itt alszik valaki! Értem! Nyitott szemmel alszol ráadásul! És van mellette egy elem, ami nekem kell! És ott egy kötszer is, nem tudom, hogy kötszert most tudok-e esetleg elrakni. Igen. Jó, kell nekünk az elem is. Köszönöm. Az ablakot ki sem merem nyitni melletted, mert félek, hogy felébredsz. Köszönöm! Nem akartam oda menni, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a pró tippeket. Szépen csendben haladunk tovább. Észrevétlenül? Ah! Valaki adományozott, köszönöm szépen! Talán látni fogom itt is a peden. Talán. Ó, itt van lefele vezető út. Aha. Ó, te Máté, te nem bírsz magaddal? Mert én nem látom sajnos a teljes üzenetedet, de köszönöm szépen az új, hogy kétszer is adományoztál, nagyon szépen köszönöm. Jó. Itt van valami izgi, vagy ide csak be tudok jönni esetleg, hogyha elkezdenek engem kergetni. Hát itt el is lehet bújni. Oké, oké, hello, bújjunk el. És ez vizes ráadásul a francba. Oké, észrevettek, semmi gond. Au! Au, i, au! Gyorsan cseréljünk elemet, mert nem látom merre megyek. Gyorsan híleljünk. Bízom benne, hogy elvesztett engem. Tartok attól, hogy az előző csávó kelt föl, aki aludt. Hát lássam csak, merre mozogtok. Nem látom őket sajnos. Kedves Zero 2200, a barátnőmet nem Dórinak hívják, hanem Alexandrának. Jó, köszönöm szépen. Ja, Istenem, közben jönnek.
Jaj, tényleg, Tag Zero, jól mondod, Tragertől egy easter egg, valóban, hiszen ő vágta le az első rész főhősének az ujját. Jaj, tényleg. Jó van. Jól van. Igen, Alexandra. Így van. Oké. Okay. Jó emberünk merre ment itt? Nem látom sajnos. Szerintem lement. Lement megnézni, oda lent mi újság. És ott talált meg engem véletlenül. Ah, megint itt jön. A magas fűben úgy néz ki, nem látnak minket a zseblámpájukkal. Főleg akkor, hogyha nem mozgok. Oké, megfordult. Megfordult a hapsi. Most lemegy. És... ezt a pillanatot fogom arra kihasználni, hogy szuper gyorsan elszellelek innen. Be az ablakon. És ha itt van zár, nincs, akkor nem tudom bezárni az ajtót. Viszont nem tudom, hogy be fog-e ide jönni, hapsi. Szóval óvatosan merek csak tovább menni. Ti, akik itt ültök az ebédlőasztalnál, mi van veletek? Szerintem el vagytok fáradva. Ó, vagy megmérgeztétek magatokat, és emiatt jó, meghaltatok. Hát ez szomorú. De az elemre már nem lesz szükségetek, gondolom. Itt a teraszon nincsen semmi, csak ki tudok jönni, és hátra észrevesznek engem, nagyon jó. Zárjuk szépen be. Igen, Lacikám, ez a Bob is valóban. Most már értem. Drága hapsinak a zseblámpája átvilágít a textúrán, azért látok ilyen vizuális artifaktokat. Emberünk pont itt van mellettem, és pont belenézett a ruhásszekrénybe, hogy ott vagyok-e. Itt van, bent. Oké, most ment ki az ajtón, hogyha jól hallottam. Szóval kinézzünk óvatosan. Szuper. Megnézem ezt az ajtót is. Szuper, ezzel nem tudok mit csinálni, szóval most csapdában vagyok. Kivárjuk a fazont, újra töltünk. Itt mászkál kint a zseblámpájával. Nem igazán tudom eldönteni a hangokból, hogy most merre mászkál. Szóval itt a... ó, oh, hello! Itt a lakástól jobbra van egy dupla szárnyas kapu. Arra kell mennünk, lemerem fogadni. Hú, oh, hello! Emberünk beért az ablakon keresztül, semmi hangja nem volt. Új, be is jött ide, nagyon jó. Jesszusom, és mi a fedél a lépcsőn. És pont utánam jön, hát ez hihetetlen. Olyan jó, hogy ezeknek az ellenfeleknek ilyen hatodik érzékük van.
Viszont elindultál visszafele, ha jól hallom a mikrofon segítségével. Vagy erre jössz? A faszom, döntsd már el, légy szíves. Már bocsánat, hogy ilyen alpári módon beszélek, de... Hol az ördögbe van? Á, lement és kiment, szuper! Ilyen gyorsan. Hihetetlen. Á, csak a főterembe ment be. Igen? Mi van Churchill-lel? Valamit csinál Churchill? Annak én örülök, ha valamit csinál Churchill. Kerry! Ne morogjál! Én csak ki akarok jutni innen, mielőtt Churchill csinálna valamit. Oké. Okay. Emberünk nem tudom meddig fog itt mendegélni. Itt céltalanul. Jó, itt lesz a lehetőségünk, hogy elszökhessünk. Szevasztok! Jó van. Kedves nagyok, kedves srácok, egy gyors 5 perc szünetet tartanunk kell, mert ahogy hallom, a cica úgy elkezdte kaparni az almát, hogy most fog egy igazi isteneset kakkantani, szóval hamarosan visszatérek. No! Hajrá, folytassuk is akkor ott, ahol abba hagytuk. Villantás, csak letekerődött a hangerőm. Lá. Oh, mi folyik ott abban az irodában? Mi folyik itt? Hello. Nem hiszem, hogy meg kéne őt zavarnom, szóval... Csak óvatosan elmegyek itt a kisasszony mellett. És látom, hogy ez egy újabb shortcut, szóval ezzel inkább nem is foglalkozom. Becsukjuk az ajtót szépen. Nos. Na, addig is szeretném köszönteni az új jövevényeket, akik csatlakoztak az élőadáshoz. Remélem, jó szórakoztok, és remélem, hogy mindenki jól van, és mindenki jól érzi magát. Nézzük csak. Még mindig a generátort keressük, amit meg is találtunk. Power Generator Room! Ilyen tisztán nem is lehetett volna ráírva lenni. Ó, itt egy feljegyzés. Simon, nézzük a feljegyzésed. Hát gondolom Simon. No, Indy. Oh. Na, Simon, beszélnem kell veled a lehető legnagyobb titokban. Mert ismered a gyógyszereket. Anymore words than... Oh. Remélem tudod, hogy nem jártatom a számat, csak is kizárólag akkor, ha nagyon muszáj, ahogy átmegyünk abba az átkozott világba üzemanyagért és elektromos felszerelésekért és egyéb szükséges dolgokért, amiket mi magunk nem tudunk előállítani. Nézzük csak. Kaptam valami barátságosat attól a sráctól, aki azokat a pirulákat árulja, melyre az atyának szüksége van. És amikor úgy emlegettem ezeket a gyógyszereket, mint tanuló AIDS,
Akkor a srác nevetett. Szóval nevetett, és azt mondta, hogy a testnek nem kell, gondolom, penicillin? Ez a penicillon, ez azt jelenti szerinted? Nézzük meg gyorsan. Oké. Penicillion. Nem, bocsánat, a utolsó i betű az nem kell az l betű után. Ezt töröld ki. Csak nem kell entert nyomnod. Miért tudom én, akkor ez valami gyógyszer, szóval GASH, G-A-S-H, SEB, oké. Szóval a testnek nincs szüksége ilyen jellegű gyógyszerre, szóval nincsen szükség ilyen jellegű gyógyszerre a tanuláshoz, kivéve ha a test maga a sebet szeretné tanulmányozni. Oké. Hallottál ilyet is valaha? Nem akarom megkérdezni erről az atyát. Mert tartok ettől. De ugyanakkor nem akarom véletlenül megmérgezni sem őt. Kérlek jöjj el és kérlek gyere el hozzám azonnal. John. Úgy jól láttam, megint kihagytunk egy feljegyzést a francba. Igen, működésbe kell hoznunk a liftet. Jaj, hát eddig úgy néz ki, hogy kettő feljegyzést elhagytunk. Francba. Franc. Oké, úgy látom itt a generátor. De lemerem fogadni, nem lesz olyan egyszerű beindítani. Szóval mielőtt beindítanám, még lenézek gyorsan. Mert lent még láttam azért, hogy több helyet is, ahová lehetne menni. Bízom abban, hogy ez a mamácska ez itt marad ebben a szobában, és nem fog kijönni. Azért, hogy bántalmazzon minket, hogy egyéb mocskosságot műveljen velünk. Oké, tovább nem tudok sajnos menni. Szóval, kénytelen leszek beindítani a generátort. Ami végül is pont ahhoz kell, hogy elindítsuk a liftet. Hajrá. Befelé, ajtót bezár. Mert hallani akarom, hogyha valaki bejön mögöttem. Szuper, viszont ezt mindenki látni fogja a környéken, és ez... Há! És ez számon nagyon nem lesz jó. Oké. Okay. Hello. Csak nyugodtan. Hölgyem, én csak megnézte, hogy mi itt dolgozunk. Szuper. Osonkodva kövessük őt, mert nem akarom véletlenül se felingerelni. Örülök, hogy nem. Oké. Oké. Folytasd csak nyugodtan a beteg beszédet, kérlek. Nyugodtan folytasd csak. Ne is zavarjon, hogy én itt elmegyek, és megyek a dolgomra. Köszönöm szépen, hogy nem ugrottál nekem. Nagyon hálás vagyok érte. Valaki bezárta ezt az ajtót, és a mamácska eltűnt onnan. Igen, mert itt jöttünk volna ki. Hogyha átmentünk volna azon a termen. Ó, jaj. Ó, jaj. A férfiak rohannak azért, mert valaki jön. És egy nőre mondták ráadásul, hogy jön, szóval... Márta veszélyt érzek. Ezt az ablakot nem lehet kinyitni? Úgy látom, nem.
Annak viszont határozottan örülök, hogy a férfiak így elrohannak, amikor Márta a közelben van. Picit legalább megnyugodtam, hogy a emberek elbújtak. Továbbra sincs semmi, amit esetleg elhagytam volna. Nagyon furcsa hangokat hallok ide föntről. Oké. Okay. Márta. Erre viszont nem emlékszem, hogy jöttem volna. Ó, dehogy nem, igen, itt jártam már. Ezt a házikot nem tudtam megnézni. Mert elbarikádozták. Hú! Hú! Szia, Márta! Oké. Bízom benne, hogy szem előtt évesztettél engem. Ó, jaj. Ó, jaj. Ó, jaj, de közel vagy. Márta nagyon gyorsan közlekedik. Oké, merre megy Márta? Elment a generátorterem felé. Hú! Megúsztuk, de jön vissza. Szóval elbújunk szépen. Ó, megint erre jön, tök jó. Aha, most lemegy. Lement az alaksorba körbenézni. Jó van. És megint vissza fogsz menni a generátor terem út felé. Most van időnk arra, hogy elszeleljünk innen. Megnézem gyorsan ezt a lakást, hogy be tudunk-e menni. Nem? Jó van. Szuper. Ó, jaj. Ó, jaj. Ó, jaj. Bassza meg. Áú. Mi újság? Áú, áú, áú. Oké. Attól félek, hogy megvan a második halál. Mert Mártát biztos nem fogom lehagyni, mert ő rohadt gyors. Kivéve... Éve. Ha el tudok ugrabugrálni innen. Ó, nem, ezt nem úszom meg. Hát, nagyon gyorsan jön utána ez a rohadék. Nem tudom egyszerűen kikerülni. Jó, ugye beindítottuk ugyebár a generátort. Tök jó. Szuper. Jó, az a baj, hogy Mártával nem lehet úgy szarakodni, mint a többi szerencsétlennel. Aha, mondják is, hogy ez Márta, úristen, ez jön, jaj, ne! Hát meglátjuk, hogy osonkodva esetleg. Ki tudjuk-e őt kerülni? Minden ajtó be van zárva. Nagyon jó. Ha minden igaz, hamarosan jönni fog. Igen, jön bizony. Itt jön. Hogy az Istenbe láttál meg engem, te? Ez így nagyon nem menő.
Ó, bíztam benne, hogy a becsúszással kicsikét több időt nyerek, de... És bassza meg, itt van amúgy a lift. Itt van a lift. Kurvára itt van a lift. Hú. Másodjára csak sikerült.